Üdvözlök mindenki, Dávid vagyok, és ez itt a következő Minecraftos videó. Most egy blokk cserélő rendszert szeretnék nektek bemutatni, amelynek segítségével, hogyha megnyomtok egy gombot, akkor egy alattatok lévő, vagy egy falon lévő, esetleg bárhol lévő blokkot ki tudtok cserélni. Nézzük is meg, hogy ezt ugye olyan kell értelmezni a gyakorlatban. Megnyomjuk a gombot, és ez a blokk ugye vált egy gyapjú kocka, és egy hamar minden meg Glowstone között. Ugye ez megint nem egy túl bonyolult szerkezet. Van benne egy flip-flop és pár darab piston. Nézzük meg, hogy kell megépíteni. Ugyanezt is megépítjük hozzá a flip-flopot. A lényeg, hogy a flip-flopnak mind a kettő kimenete ugye jelt adjon, ezért mind a kettő alá kell rakni. Mindkét állás alá kell rakni egy-egy redstone fákját. Utána csinálunk kell egy kisebb árkot, amiben berakunk egy sticky pistont, egy repeater 4-es késletetéssel, és az árok végére falra rárakunk egy redstone fákját. Utána egy-egy blokk kihagyásával mindkét oldalára ennek a középső pistonnak kell rakni két sima pisztont, amik ugye a középső piszton felé kell, hogy nézzenek. Ezeknek is adunk egy-egy repeatert, utána pedig bevezetjük ide. A lényeg még annyi, hogy az egyiket meg kell fordítani jelvileg. Ezt egy kicsit előre kell rakni. Szóval így. Kész is. Ugye most már nagyjából működik, csak nem látszik semmi például, hogyha ugye működtetem. Ezért ugye rárakom ide a cserélendő blokkokat, plusz be kell kötni még ugye a középső pisztont, amit a flip-flopnak a felső vezetéséről kell működtetni, és már láthatom, hogy működik is. Szóval láthatod, hogy működik. Tudunk vele hosszabb blokk sorokat is cserélgetni. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy ugyanígy kialakítunk neki egy kisebb csatornát. Most például egy ahot piszton. És az egyik oldalt ezeknek a pisztonoknak ugye egyik oldalától két blokkot kiszedünk. Ugye kettő-kettőt, és mindegyikhez ugye hozzá, mindegyikbe belevezetünk egy repeatert 4-es késletetéssel. Utána már csak be kell vezetni egy redstone fákjával a jelet, ami mint a nem jó. Akár ezt el is tudhatjuk itt. Megint megépítjük ugye a flip-flopot. Kész. Ugye levezet, kell egy vezetés hozzá. Na így, így. Elvileg jó lesz. Jó, ez már megvan, ugye a gomb megnyomására. Behúzom a pisztolyt. Utána kell még ugyanúgy, mint ott, minden oldalra, ugye piszton, ugyanolyan távolságban, ami azon az oldalon, ugye egyértelmű, hogy hol lesz, itt viszont a restonokra kell rakni. A restonra jobb mit kell, ugye rá lehet rakni. Utána megint csak ugye be kell rakni ide a cserélendő blokkokat, és be kell kötni ezeket a pisztonokat is. De mindegyik elé megint érdemes. Na. Jó. Szóval eltüntettem. Szóval megint érdemes ugye ezt a repeaterökkel megcsinálni, sőt ennél csapatban működik. És kell egy jelhosszabbító, mert nem biztos, hogy el fog érni addig a jel, meddig kell neki. Úgy lehet, hogy lesz egy kis összeakadás. Majd valószínűleg, hogy még ilyen, akkor már sem a másik oldalról. Ez nem úgy jön.
és ezt megint ugye meg kell fordítani. Megyünk a gombot és megnézzük, működik-e. Ja, nincsen bekötve. Jó. Néha elfelejtem így bekötődnek a dolgokat, de nem baj. Na most nézzük, hogy működik-e. Lehet, hogy most egy üreset fog csak ugye ütni, mert helyre kell rázódni a rendszerbe. És utána már látható, hogy működik is. Kicsit ugye bágosan működik, mi mindig a pisztoly tolgatások így olyan mennyiségben. Ugye átlátszó lesz egy-két blokk néha. Hát ennyi lett volna, ha bármi kérdésetek van, írjátok kommentet, vagy írjatok e-mailt, vagy esetleg akár a Facebook oldalon is írhattok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!